Petrovszky Marcell kriptó és NFT befektetőt és tartalomgyártót sikerült ma megkérdeznem pár nagyon fontos kérdésről a kriptopiacot érintően. Elmondta, hogy ő mire számít. Most egy olyan piacon vagyunk. Hogy milyen projektekbe fektet. Gamingből a miben nagyon hiszek. És hogy mi volt az eddigi legnagyobb sikere, és hogy azt hogyan csinálta. Hát kiszámoltam, hogy a PudgyPingen 30 ezer forintért vettem, tehát a topon, ha mindent beleszámolok, akkor én 30 millió forintot ért, ami 1000x. Szóval maradjatok velem végig a videóban, mert ezt a beszélgetést nem akarjátok kihagyni. Szóval honnan indultál és hova jutottál? Szóval jelenleg hol tartasz? Az, hogy hol indultam, ugye én 17-ben kezdtem el először befektetni, de az még ilyen izé volt, utána 18-19-20 elején úgy vagyogattam, szóval néha kriptoztam, néha nem kriptoztam, és 20 végén szálltam be ugye, hogy akkor onnantól full time. Egy coinban van annyi pénzem, mint amennyivel annó elkezdtem körülbelül, és még nincs olyan nagyon durván jó piac, szóval szerintem év vége fele. Én azt gondolom, hogy az ilyen 1 millió dolláros portfóliót azt meg tudom majd csinálni. Ahhoz már nem kell ilyen brutál 10-20x növekedés, hál' Istennek a portfóliómba, úgyhogy most már tudom azt mondani, hogy gyakorlatilag, ha csak kriptóznék, és semmi más bizniszem nem lenne azon kívül, akkor én tök jól el lennék. Jelenleg azt megkérdezhetem, hogy hány számjegyű körülbelül a portfóliód? 9 számjegyű forintban. Már ugye olyan mozgások vannak a kriptóban, hogy nem durva azt látni, tudod, hogy egyik nap 10 millióval kevesebbet ér a másik nap. Nem, mert nem nézem. Ugye nekem kb. 20-25 tárcán szét van osztva a pénzem, úgyhogy nem is tudom, hogy egyébként összesen mennyi. Azt tudom, hogy kb. Ilyen 9 számjegy forintba, és az, hogy most mennyit ingadozik, például azt tudom, hogy mikor mondjuk a Pudgy Penguin NFT-k bezuhantak, akkor mondjuk egy ilyen 25 milliót biztos zuhant a portfólióm. De ezeket annyira nem nézem, mert annyi ideje itt vagyok már a piacon, hogy megszoktam, szóval hogy ezek már nekem nem olyanok, mint mondjuk egy új embernek azt mondja, hogy úristen, vásároltam 1000 dollárért, és most csak 800-at ér, ami a kiszámolott 20%, de én már ezt így megszoktam, úgyhogy annyira nem. Most egy bika piacban vagyunk? Szerintem igen. Most az, hogy bika piac vagy medve piac, szerintem ezek csak olyan kifejezések, hogy egy átlag ember is értse, hogy most mi. Bear marketben is tudtunk keresni, tehát én bear marketben is amúgy így kb. Végig növekedett a portfólióm. Most egy olyan piacon vagyunk, hogy sokkal könnyebb pénzt keresni, meg nyilván sokkal jobban pumpálják a gazdaságot. És az, hogy ezt nevezzük bika piacnak vagy nem, szerintem az, én azt mondom, hogy ez így az eleje. Még nem ez az ilyen igazi megőrülés, amikor hisztérikusan az emberek kriptovallásúak lesznek, hogy már pedig ez a legjobb dolog a világon. Amikor már a mamánk vagy a nagyszüleink, meg minden kis ismerősünk beszélni fog róla. Igen, hát ez az az időszak, amikor kezdenek már érdeklődni, de még nem szállnak be, és akkor eltelik fél év, és akkor mindenki kriptozik, hogy na jó, eddig nézegettem, most már beszállok. Tehát már lehet azt látni, hogy már hallottak az emberek a kriptóról, szóval, hogy már tudják, hogy mi az, de igazából még nem akartak úgy beszállni, csak azt mondták, hogy jó, tudom, hogy ez micsoda, és ennyi. Akkor, hogyha jól értem, még innenstől egy sokkal nagyobb növekedésre számítasz a következő rövid vagy középtávú időszakban? Igen, szerintem innen az a fajta növekedés lesz, hogy a bitcoin az nagyon nagyot nőtt eddig, az altcoinok meg nőttek, de nem annyira durvát, és szerintem most jön majd a bika piacnak az a része, amikor mondjuk a bitcoin már innen nem fog ilyen brutál nagyot nőni, viszont az altcoinok százalékban sokkal nagyobbat fognak nőni, szóval a bika eleje, amikor a bitcoin mondjuk 15 ezerről felment ugye 70 ezerre, az egy nagy százalék növekedés, az altok meg mondjuk mentek 10x-et, és most lesz az, hogy a bitcoin már csak mondjuk 2x-et megy, vagy 3x-et, vagy lehet annyit se, de mondjuk egy 2x-be reménykedünk, megy egy 2x-et, viszont az altok innen mennek majd 30x-eket, meg 20x-eket, szóval ez ilyen fordított dolog. Hogyha megkérdezhetem, mik azok a altcoinok, hogyha tudnál egy-kettőt elhinteni nekünk, csak pár altcoint, amiben te most nagyban benne vagy. Ja. Ugye ezeket mindig a csoportomban osztom meg az előfizetőknek, hogy mit vásárolok, meg ilyesmi, de nyilván YouTube videókban is próbálok valamit átadni az embereknek. Szerintem ami nagyon jó lesz, inkább területeket mondok, ez az AI. Ugye most a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon pörög, mindenki használja, és ez a kriptóban is most elkezdett nagyon felhype-olt dolog lenni, és szerintem az egész téma mögött az az elmélet, hogy ha lesz egyetlen egy olyan AI projekt, ami nagyon magasra fel tud futni, akkor utána onnan a pénz átáramlik a kisebb altcoinokba, tehát gyakorlatilag AI szektoron belül szinte mindegy, mit veszel,
az fel fog menni, nyilván el kell találni a legjobbakat. Persze. A másik pedig a gaming, ugyanez, ha lesz egy olyan kriptós játék, ami nagyon durván felfut, akkor utána a pénz elkezd áramolni a kisebbekbe, és ott is az az elmélet, hogy gyakorlatilag a gamingben bármit veszel, nem tudsz nagyon bukni. Jaj. Nyilván nem olyan egyszerű, de meg kell találni a legjobbakat. Szóval mondjuk gamingből a Beam, amiben nagyon hiszek, az AI-ban. Én azt gondolom, hogy ez a PAL AI, az nagyon jó lesz, a 0x0, ez a neve a coinnak, abban elég nagy begen van, azt még ilyen nagyon ilyen 4-5x-el azelőtt szálltunk be a Patreon csoportommal. Nyilván vannak kisebb altcoinok, amik még ilyen nagyon alul értékeltek, yeah. Nagyon nem beszél róluk senki, de valószínűleg azok fogják hozni az ilyen 20-30x profitokat, amire ugye a kriptóban mindenki vár, mert persze. Az, ha megháromszorozod a pénzed, az nem elég jó, közben meg örülhetnének amúgy persze. Azok az emberek is. Hogyha megnéznék például egy részvénypiac viszonylatban ezt az egészet, vagy más ilyen tradicionális befektetésekbe, akkor ez még az a 2-3x is insane. Igen, hát most ha belegondolsz, azért a 22-es esés, ott a részvénypiacon is megvoltak ezek a 60-70-80%-os esések, és azért az ilyen nagyobb cégek, mint mondjuk egy Meta, ment vagy 200%-ot, vagy mennyit, 100-150%-ot, vagy valami nagyon nagyot emelkedett, tehát azért most a részvénypiacon is simán lehetett duplázni a pénzedet, hogyha jókor szálltál be. Tóval nyilván megértem azt, hogy az emberek már azt mondják, hogy 2x, meg 3x, minek most befektetek 1 millió forintot, lesz belőle 3, jó, de ha meg nem fekteted be azt az egyet, akkor semmi nem lesz belőle, szóval ja, igaz. El vannak tévedve az emberek egy kicsit. És ugye itt most ugye főként a kriptóról, a bitcoinról, az altcoinokról beszéltünk, de ugye te nem csak ezzel foglalkozol, hanem NFT-kbe is fektetsz. Erről tudnál mesélni, hogy hogy találtad meg úgymond azokat a projekteket, amikkel te úgymond nagyot mentél? Hát ugye, amivel én elkezdtem NFT-zni, az az volt, hogy volt egy nagyon nagy minuszos Litecoin, vettem Litecoint, ilyen 2000-2500 dollárért 21-ben a topon kb. Uh-huh. És ilyen tisztán emlékszem, hogy vettem 2500 dollárért Litecoint, és 880 dollárt ért. Annyit esett. Jó, mondom, szarom, ebből elkezdek NFT-zni, és benyelem azt a minuszt, és közel 900 dollárért ugye elkezdtem NFT-ket vásárolni, és akkor vásároltam ugye a Pudgy Pingvineket, ami azóta is a profilképem, a top NFT a portfóliumba. Kettőt vásároltam összesen ugye 60 ezer forintért, és most ilyen 45 ezer dollár körül van a floor, tehát 13-15 millió forint egy darab. Egyet már eladtam még 21-ben 9 ezer dollárért, tehát azzal is ugye nagy volt a profit. És ez igazából a szerencse része volt, most nyilván vettem többféle NFT-t, persze. És akkor az egyik az tök jól bejött. Nyilván én azt mondom, hogy akkor lesz ez szerencsés, hogyha csinálod, egyszer úgyis megtalál a szerencsés. Az a része szerencse volt, hogy ez bejött, és utána, amikor beesett a floor, tehát felment ilyen 12-14 ezer dollár a darabja, visszaesett ilyen 1000 dollárra, 1000-1500 dollárra, de én nem adtam el, hanem láttam azt, hogy az új team azok brutál jót fognak menni, és elkezdtem Lil Pudgy-kat vásárolni, ami a kisebb szettje, azokat ilyen 20 és 80 ezer forint között vásárolgattam, és a top az ilyen 2,5 millió forint volt. Most ilyen 1 millió 3, 1 millió 4-et ér darabjuk, ugye én azokat ilyen 20-30 ezerért vásároltam, ja, tehát még mindig profitba vagyok, és akkor abban van egy 25 darab, vannak amik ritkábbak, amik meg tudom én már most 2-2,5 milliót érnek, ha majd visszamegy oda a floor, akkor ilyen 4-5 milliót fognak érni. Ja, ez volt így a top. De más NFT-k is vannak, amivel sokat kerestem, csak ez volt nyilván, amit így mindenki megjegyez. Hát kiszámoltam, hogy a Pudgy Pingvin 30 ezer forintért vettem, és a topon 23 milliót ért, amiért kaptam egy ingyen Lil Pudgy-t, egy ingyen Pudgyrod NFT-t, csomó airdropot, tehát a topon, ha mindent beleszámolok, akkor én 30 millió forintot ért, ami 1000x. Aztán. Szóval 1000x-es befektetés, ami így belegondolok, 40 dolláros bitcoin árat jelent. Tehát mintha 40 dolláron vettél volna bitcoin. Tényleg komoly nagyon, hogy milyen számokat el lehet érni, és tényleg biztos sokaknak, vagy esetleg egy picit a idősebb korosztálynak ez tényleg hihetetlen, aki nem lát bele pontosan abba, hogy itt milyen lehetőségek vannak a kriptó meg az NFT piacon. Igen. Amúgy én azt vettem észre, hogy az idősebb korosztály tök fogékony mostanában erre, mert azt látják, hogy basszus, 20 évvel ezelőtt az idősebb korosztály sokkal kevésbé volt elfogadó az új dolgok iránt. Most azt látom, hogy talán már a mostani 50-60 éves korosztály nyitottabb a kriptóra, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt az akkori 50-60 évesek az internetre. Ja, szóval azt mondják, hogy jó, nem is olyan rossz, hogyha mindenki ezt nyomja, meg a fiatalok ezt nyomják, akkor lehet nekem is kéne, és de a csoportomban is vannak olyanok, akik 40 fölött vannak, nagyon sokan, és 100-200 ezer dollárokat
fektettek be kriptóba. Úgyhogy szerintem tök jó, hogy az idősebbek is kezdik látni ennek a hasznát, meg a értelmét. Hogyha valaki most bele szeretne kezdeni ugye az NFT-be vagy a kriptóba, akkor ő most időben van-e? Milyen lépésekre bontanád fel úgymond az elkezdést, tényleg a legegyszerűbben úgymond elmondani? Aha. Hát figyelj, én szerintem még időben van az ember, én is még DCS-gatom a coinokat, vásárolgatok. Most volt, hogy vettem valamit, mínusz 50% rávettem. Most az az időszak van, hogy ha évvégén választás van ugye, igen, pumpálniuk igen. kell a gazdaságot, ugye kamatcsökkentés lesz, úgyhogy biztos, hogy még jó, meg érződik a piacon is, hogy a Bitcoin feljebb akar menni, van vásárlói erő. Szóval én azt mondom, hogy még időben vagyunk. Az, hogy hogy kezdje el az ember, én azt mondom, hogy ne Bitcoint meg Ethereumot vegyen, mert szerintem az már, hogyha hosszú távon gondolkozol nyilván, akkor jó, és hogyha azt mondod, hogy most ezt 5-10 évig ülök rajta, de általában azért nem ezért kezdi el az ember a kriptót. Jaj. Én azt mondom, hogy ha valaki elkezdi, akkor egy hónap kutatás, és utána szálljon be. Mindig vannak amúgy új lehetőségek egyébként, tehát olyan nincs, hogy nincsen. Miután már zuhan a piac, akkor is lesznek coinok, amik pumpolnak. Én azt mondom, hogy egy hónapot, 3 hetet, 4 hetet tanuljon az ember, és látni fogja, hogy miben jó még beszállni. Tehát ott az AI meg a gaming, ugye itt lehet az arra spekulálni, hogy a gamingnek meg az AI-nak az összmarket cap-je. Tehát az összes mondjuk AI projektet megnézed, ami van a kriptóban, a market cap-je kisebb, mint a Dogecoin-nak. 2024-ben a legfelhypoltabb piac, amúgy nem csak a kriptóban, hanem alapból az AI az most a minden, kisebb, mint a Dogecoin. Akkor belegondolsz, annyira alul értékelt, hogy muszáj feljebb mennie, logikát nézve, muszáj feljebb mennie. Tehát abba például még szerintem érdemes beszállni. És ez csak egy példa volt. Ugye beszéltünk a kriptóról, ugye ott mondtál területeket, hogy melyikekre érdemes figyelni ebbe a piacba. NFT-be vannak-e úgymond ilyen területek, és ott inkább milyen projektek azok, amikre úgymond te figyelmet szentelsz, amiben látsz potenciált nagy növekedésre még innen? Vannak területek, de szerintem ott nem válik el annyira, mint a kriptóban, szóval ott én azt gondolom, hogy nem nagyon lehet külön területekről beszélni, ott inkább beszéljünk NFT-kről. Az NFT piac ugye nagyon kicsi még, szóval nagyon fejletlen, úgymond olyan, mint a kriptó 2017-ben volt, szóval ott leginkább az ilyen blue chip projekteket érdemes venni. Alapból nincs olyan sok jó projekt, de abból is megéri az ilyen nagyobbakat venni, mondjuk mint Pudgy Penguins. Én nem mondom, hogy a Bored Ape-ek, ugye, ami annó a top NFT kollekció volt, hogy azt most megéri venni, de hogyha a community-hez akarsz tartozni, akkor azt lehet érdemes. Ha pénzt akarsz keresni NFT-kkel, én azt gondolom inkább az ilyen kis floor price-osokat érdemes venni, amik még olcsóak, de kinőhetik magukat ilyen 10-20-szoros növekedéssel, tehát ilyen mondjuk 1-2 Ethereum-ba kerülnek. Én szerintem azt érdemes inkább nézni, mert annyira kicsi még a piac, hogy nagyon nagy növekedési potenciál van, meg ugye kereslet kínálat, ha belegondolsz, mondjuk van egy 8-9 ezer darabos NFT set, most kb. Érdekel, vagy 10-15 ezer embert az NFT piac, de amikor majd jön a több millió ember a kriptóba, megkeresik a kriptóval a pénzt, és utána átforog NFT-be, gondolj bele, több millió ember akar majd ilyen 8-9 ezeres szettekbe bevásárolni, ergo annyira nagy a növekedési potenciál, hogy ezért gondolom például azt, hogy az NFT-k jobbak lesznek, mint maguk a coinok, tehát hogy többet lehet keresni. A coinokból van 10 000 coin, kb. Mindegyik jó, az NFT-kből meg van 50 jó projekt. Szóval sokkal kisebb a supply, de a demand, az meg nagyobb lesz. Igen. És ugye ezeknél a projekteknél tényleg csak így nagyon egyszerűen így főpontokba, mik azok a dolgok, amikbe így röviden belenézel, mielőtt úgymond belefektetnél egy NFT projektbe? Hát ugye nekem könnyebb dolgom van, mert ugye járok folyamatosan külföldre ilyen NFT találkozókra, tehát nyilván ez a New York, Miami, Párizs, majd most megyünk szeptemberbe Szingapúrba, meg amúgy most megyünk videófelvételekor pár nap múlva Dubajba. Szóval nagyon jóban vagyok az egész NFT-s a founderekkel is, ugye úgymond a cégeknek a tulajdonosaival, azokkal az emberekkel, akiknek ilyen több millió dollárjuk van NFT-kbe, tehát azért az információ áramlás az úgy elég tök jó, hogy igazából van egy set. Látom, hogy mondjuk 5 ismerősöm követi, megkérdezem őket, mit gondoltok, van privát csoportunk, ilyen baráti csoport, ahol megbeszéljük, hogy erről mit gondoltok, arról mit gondoltok, és nyilván így azért le tudom szűrni, hogyha
azok az ismerőseim is jónak látják, meg én is jónak látom, mondjuk tudom, jól néz ki az árt, jó a supply, jó a holder elosztottság, tehát hogy mondjuk van 10 000 NFT, és az 1000 embernél van, akkor az nem olyan jó, viszont ha 10 000 NFT 5 000 embernél van, az meg tök jó, mert ahhoz, hogy nagyon nagyot essen a floorpresszor, az 5 000 embernek kell azt gondolni, hogy én el akarok adni. Ja. Szóval érted, ez is úgy mond, hogy mennyi embernél van a supply. Szóval nagyjából ezeket nézem meg azt, hogy körbe kérdezem, hogy ki mit gondol. Milyen értéket tudnak adni az NFT-k? Tehát mondjuk, ha te megveszel egy NFT-t 1000 dollárért, akkor hogy fog az neked 1001 dollárt adni? Mert ugye nyilván az a lényeg, hogy pénzt keressünk vele. És általában ilyenkor az, hogy vagy airdropot fogsz kapni, tehát valamilyen coint osztanak ki neked, elmehetsz bulikba, ahol mondjuk olyan információkat kapsz, ami többet ér, mint az 1000 dollár. Ezeket nézem gyakorlatilag. Mint hogy neked is van ugye a... Hall of Friends. Igen. És ahova meg is hívtál, az is tényleg egy kurva jó esemény volt. Örülök, hogy jól érezted magad, ez volt a cél. Nagyon értékes emberek voltak, és nagyon értékes beszélgetések voltak, és durva. És tényleg ilyen helyeken kell mozogni, úgymond. Igen. Meg, networkingből sose elég. Igen, én azt látom, hogy aki NFT-be jó akar lenni, és igazán jó, és tényleg el akarja kapni a korai dolgokat, meg stb., az menjen el NFT-s rendezvényekre, és nyilván nincs mindenkinek pénze több millió forint elmenni egy-egy ilyenre. Itt azt kell látni, hogy mondjuk lehet, hogy kifizet 2 millió forintot arra az 5 napra, de mire hazajössz, annyi infóval jössz haza, hogy visszajött bőven az ára, meg még hosszú távon a sok profit is.